Most jön mindjárt egy előadás, ahol azt gondolom, hogy nyugodtan dőljenek hátra. Ha van biztonsági jó, akkor kapcsolják be, fájni fog. Nagyon tudatosan ez egy előadás lesz, ami bizony szempontból borzolni fogja a kedélyeket, még akkor is, hogyha az előadók csak a felszínt borzolják kicsit fel, saját maguk és családjaik épsége és egészsége érdekében. Krasznai Csaba és Buha Rátor. Róluk annyit kell tudni, mind a ketten hakkerek voltak, áttértek az etikus hekkelésre, mind a ketten különböző cégeknek dolgoznak, és hogyha nem hiszem, hogyha túlzok, hogy azt mondom, hogy Magyarországon 20 szakember van, akiket a nemzetközi porondon jegyeznek, 10% most itt áll a pódiumon. Kérem, figyeljék az előadásokat. Köszönjük szépen. És miközben ezeket a kedves szavakat hallhattuk, aközben vetettem egy videót, ami szeptember elején készült. A készeléti rendőrség és a Nemzeti Nyomozó Iroda egy elfogásról készítette ezt a felvételt, az Anonymous Magyar tagja elleni házkutatásnak az eredményeit mutatja be. És igazából ez a videó ihletett meg minket arról, hogy ha már egy gyermekmentős konferencián vagyunk és gyermekvédelemről beszélünk, akkor egy egészen speciális, de sajnos egyre terjedő területéről beszéljünk a gyermekvédelemnek. Ugyanis ez a házkutatás egy 16 éves dunaújvárosi fiúnak a szobájában lett végrehajtva. Egyébként ez a sajtóhírek szerint ennek az akciónak a eredménye volt, még továbbá egy 17 éves, egy 25 éves, egy 26 éves és egy 42 éves emberkének az elfogása. És ami engem különösen megfogott ebben a videóban, ez az a kép, ott lehet látni, amennyire lehet látni innen oldalról, nem annyira lehet, de van ott egy Anonymous állat, egy Guy Fawkes maszk, mellette pedig nagyon sok plüss állat, és hát ez vetette föl azt a kérdést, hogy tulajdonképpen beszélhetünk arról, hogy vannak gyermekkatonák is az interneten, akik egy-egy ideológia mellé beállnak, beállítják őket. Bizony a balhét azt ezek a fiatalok viszik el. És hát Buha Rátor barátommal mi elég járatosak vagyunk ezekben a körökben itt Magyarországon és külföldön is elég jó rálátásunk, hogy mi történik. És azt gondoljuk, hogy elérte ez a probléma azt a szintet, amikor foglalkozni kell vele. Ki vagyok én, és miért foglalkozom ezzel a témával? Alapvetően én a kiberhadviseléssel foglalkozó kutató vagyok. Rendszeresen szoktam előadni ilyen konferenciákon, és évekig rendeztem Magyarországon a hacker konferenciát, a HackTweet nevű hacker konferenciát. Emellett itt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes Safe for Internet projektjében önkéntes oktató vagyok, és segítem az oktatókat is felkészülni, tehát az oktatókat is oktatom. Így azt gondolom, hogy ez a terület egy olyan terület, amire viszonylag van rálátásom. És a gyermekkatonákról beszélünk, akkor alapvetően ez a kép szokott beugrani mindenkinek. Hát a gyermekkatonákat ez jellemzi Afrikában, vagy éppen ugye Közép-Ázsiában. Viszont itt Nyugat-Európában inkább ezt a képet láthatjuk. Ő Topiari, a brit Anonymousnak az egyik elfogott tagja. 18 éves volt akkor, amikor elfogták. A gyanúsítás szerint ő volt az, aki a legtöbbször megnyilvánult az ottani Anonymous csoport nevében. És hát, hogy a különböző országokat nézünk, akkor alapvetően ezt a képet láthatjuk. Mindenhol fiatalokat, 16-18 éves gyerekeket, esetleg nagyon fiatal 20 éveseket szoktak elfogni. Jó van ez így, vagy nincsen jól? Nyilvánvalóan nincsen jól, és ezért beszélünk a területről. Mégpedig azért, mert szintén egy szeptember elejé kimutatás, egy kutatás azt mutatja, hogy sok-sok milliárd dollárnyi pénzösszeg van a kiberbűnözésben, és tudni kell azt, hogy akár a kiberbűnözésről, akár a kiberterrorizmusról beszélünk, ez emögött nagyon jól szervezett bűnözői csoportok vannak, viszont a billentyűzet végén a legtöbbször nagyon fiatal gyerekek, nagyon fiatal felnőttek, tehát ilyen 14-től 22-24 éves korig terjedő emberkék állnak, akik a balhét úgymond elviszik, akiket utána elfognak, akik azt a sok-sok évet le kell, hogy üljék különböző büntetés végrehajtási intézményekben. Rengeteg magyar gyerekről tudunk, akik külföldön kerültek börtönbe, Svédország, az Egyesült Államok területén. Ugye legutóbbi ilyen világsajtot bejárt történet a egyik szállodaláncot föltörő magyar fiú volt, aki
Hát gyakorlatilag terrorizmussal is megvádoltak az Egyesült Államokban, és hát reméljük, hogy ez azért hamarosan kiengedik a Magyarországra, és itt kezdhet egy új életet, de hát ugye az ő élete már viszonylag tönkrement. Az a probléma, hogy ezek a fiatalok 10 éves korukban kerülnek ebbe a körbe, mindenféle felkészítés nélkül, ők nem látják azt, hogy mibe keverednek bele, nem érzik tetteiknek a súlyát, nem érzik azt a felelősséget, amit vállalniuk kell. Viszont gyakorlatilag tönkreteszik az egész életüket, onnantól kezdve, hogy elfogják őket. Szeretnék idézni, vagy szeretném megmutatni önöknek, hogy kikről is beszélünk. Az UNICRI, ez az ENSZ bűnmegelőzési kutatóintézete nemrég publikáltak egy Hacker Profiling Project nevű tanulmányt, ami nagyon jól mutatja, hogy kik is a hackerek. Hackerekről többféle beállítottságról beszélünk. Az igazán megdöbbentő, hogy azok, akik elkezdik, 9 és 16 év között kezdik el ezt a szakmát űzni. És ahogy megyünk előre, még mindig nagyon sokáig lehet látni az egyessel kezdődő életkorokat, amikor már ott kezdődik, hogy 22, akkor már ipari kémeknek, kormányzati ügynököknek, vagy pedig ugye hadseregnek dolgozó hackereknek nevezzük őket. Én még hozzátenném, ugye, hogy nagyon sokszor kiberbűnözőknek, vagy éppen hát valamilyen bűnügyi háttérrel rendelkező embereknek nevezzük, akinek nincs előre. Pedig ezek nagyon értékes emberkék, hiszen hány olyan 10-20 év közötti gyerek van, aki nagyjából tudja, hogy mivel akar foglalkozni, és úgymond olyan területtel foglalkozik, amiből utána az egész életében profitálhat. Ez az UNICRI kutatás válaszadóknál azt mutatta ki, hogy a válaszadóknak majdnem 60%-a 25 év alatti. Olyan gyerekekről és fiatal felnőttekről van szó, akik középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe járhatnak, és akik előtt ott van a lehetőség, hogy akár az állam szolgálatába állva védjék az országot, akár pedig innen az iparban ugye hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, illetve jelentős GDP-t termeljenek. Még megdöbbentőbb viszont ez a kimutatás, hogy mikor kezdtek el hackelni ezek a gyerekek. Ugye 10-15 év között kezdtek el 61%-uk, és gyakorlatilag 20 év alatt kezdte el a 90%-uk ezt a területet űzni. Nagyon fontos észrevenni, tehát, hogy olyan emberkékről beszélünk, akiket, hogyha jó kézben tartunk, hogyha jól kezelünk, akkor belülük nagyon értékes emberek lehetnek, és éppen ezért lenne fontos az, hogy vigyázzunk rájuk. Hiszen manapság egy gyerek is tud törni, elég csak beütni a megfelelő keresőszavakat a megfelelő keresőbe, és már tömegével jönnek elő azok az útmutatók, amik gyakorlatilag lépésről lépésre megadják azt, hogy mit kell tenni. Ha az Anonymousra megyek vissza, hogy az igazán kártékony Anonymous akciók, ezek az üzlet túlterheléses támadások semmi másból nem állnak, mint egy megfelelő szoftver letöltése és a megfelelő időpontban történő elindítása. Tehát tényleg egy gyerek is tudja kezelni, és nyilván ugye utána rajtuk kattan a bilincs. És hogy hogyan lehet ezt elkerülni, Buherátor barátom fogja elmesélni. Köszöntök mindenkit! Engem legtöbben buherátorként ismernek a szakmában, becsületes nevem az, hogy Varga Perke Berlin, de ez igazából lényegtelen szerintem. Én 26 éves vagyok, és IT-biztonsági szakértőként dolgozom jelenleg, de talán jó pozitív példaként tudok szolgálni az internet veszélyével kapcsolatban. Az IT-biztonsági szakértésnek a jelentős része abból áll számomra, hogy etikus hackeléssel foglalkozom, vagyis ugyanazokat a módszereket használom fel nagyvállalatok, állami intézmények védelmének a tesztelésekor, amiket egy valódi támadó is elsütne. Csak én utána nem kárt fogok ezzel okozni, hanem értesítem az üzemeltetőt, és javítási javaslatokat teszek. Ezen kívül van egy blogom is, ez a Buhera blog, innen vagyok talán legismertebb. Itt a legfontosabb tevékenységként az úgynevezett közösségi hibavadászatot emelném ki, amikor ugyan nem jogilag teljesen tisztázott keretek között, de a kedves olvasóknak mégis van lehetőségük arra, hogyha ők véletlenül vagy nem véletlenül belefutnak biztonsági hiányosságokba magyarországi weboldalakon, akkor azt rajtam keresztül közölhetik az üzemeltetőkkel, akik ezt utána javíthatják ezeket a hibákat. De lehetett volna másképp is. Most egy ilyen elképzelt szituációt próbálnék felvázolni, hogy mi lett volna, hogyha nem így alakul az én kis életem. 7 éves voltam, amikor megszakították a tévében a kacsameséket egyik este, és direkt egy ilyen abszurd példát hozok, hiszen manapság az ilyen hacktivista, aktivista mozgalmaknál igazából az ember nem tudhatja, hogy mi lesz a támadóknak a valódi motivációja. Én most ezt találtam ki. Meg kell mondjam, ez egy olyan markáns emléket hagyott az én agyamban, hogy bár nem sokra emlékszek a gyerekkoromnak abból az időszakából, erre az estére mai napig jól vissza tudok emlékezni.
Hogyha pedig fölmennék egy mondjuk internetes csövegőszobába, és mondjuk találnék egy pár anonimus tagot, vagy nevezzük ezt a hacker csoportot akárminek is, akkor bizonyára találkoznék a generációmba tartozó más emberekkel, akiknek ez szintén nagy sérelmet okozott az ő lelki világukban, és bizonyára elkezdenénk biztatni egymást arra, hogy hát cselekedni kell, lépni kell. Válasszunk célpontot, ki ellen lépjünk fel. Hát itt felvázoltam néhány lehetséges esetet. Tudni kell azt, hogy azok az emberek, akik ilyen korán, tizenéves korban belekeverednek ilyen dolgokba, még általában nem rendelkeznek megfelelő szakmai háttérrel, hogy igazán komoly akciókat végrehajtsanak, de egy kellően gyenge célpont ellen ők is hatékonyan képesek fellépni, ezért általában a leggyengébb célpontot választják ki, és arra lőnek, úgymond. Hogy ez a lövés hogy is néz ki, arról egy videót hoztam. Mielőtt még elindítanám, azt azért elmondom, hogy a videóban szereplő honlapok hasonlósága bármilyen létező honlappal kizárólag a véletlennek lesz betudható. Hát ez az egyik szponzor honlapjának a honlapjához megszólalási hasonló weboldalt, aminek van rengeteg funkció, és azt kell tudni, hogy minél több funkciója van egy alkalmazásnak, annál inkább valószínű az, hogy ez az alkalmazás sérülékeny lesz. Tegyük fel, hogy ebben az alkalmazásban éppen a kereső funkció támadható. Ilyenkor az egyszeri script kiddinek, vagy anonymous hackernek nevezzük bárhogy, nincs más dolga, mint letölteni az internetről egy egyszerű Google keresés után egy megfelelő szoftvert, mint ami itt is látszik, ez a Havage nevű SQL Injection Tool. Teljesen nyíltan hozzáférhető bárki számára, sőt, még YouTube-on kis képző videók is vannak hozzá, hogy ezt hogy kell használni. Hogyha az ember ezt a videót megnézi, akkor már nem telik túl sok időbe, hogy rájön a dolog trükkére, be kell másolni egyszerűen a célpontnak a webcímét egy megfelelő mezőbe, és rányomni a start gombra. Ahogy látjuk, ez a felület, ez nem túl bonyolult valójában, sokkal egyszerűbb, mint mondjuk egy szövegszerkesztő vagy egy táblázatkezelő program, és gombnyomásra gyakorlatilag megtörténik az, hogy a célpont weboldalnak a teljes adatbázisa, ideértve a szerkesztőknek a jelszavait is, lekerül a támadónak a számítógépére. Innentől kezdve nincs más dolga a támadónak, mint kiolvasni a felhasználó nevet és jelszavat, amivel utána a szerkesztőségi rendszeren keresztül, vagy bármilyen más adminisztratív felületen keresztül ő úgymond difészelheti a weboldalt, vagyis átrajzolhatja a weboldalnak a tartalmát. Plusz segítség lehet, hogyha a támadó az egész módszert automatizálja. Látszik, hogy ez a pár kattintás, meg a pár URL-nek a kigyűjtése, ez nem egy túl bonyolult feladat, ezt a gép is el tudja végezni. Így egy éjszaka alatt akár több száz vagy több ezer weboldal is átalakítható. Mindjárt látni fogjuk az eredményt. Itt is van, ugye látható, hogy a nyitókép az bizony lecserélődött. A kacsamesékre ezzel tiltakozunk az ellen, hogy megszakították ezt a remek rajzfilm sorozatot. Bocsánat. A másik nagyon jellemző támadás, az a túlterheléses támadás, az még ennél is sokkal egyszerűbb. Ezért is nem csináltam róla különösebb demót, mert gyakorlatilag nem lenne látványos. Arról van szó, hogy annyi lekérdezést intézünk egy-egy weboldal felé, hogy az a legitim lehet, a támadók el szerettek volna érni. Úgyhogy még védelmi oldalon is van mit javítani. Na, az eszközökről meg el szeretnék annyit mondani, hogy bár igen, léteznek ilyen eszközök, és ezek tényleg a rossz kezekben nagyon veszélyesek lehetnek, ezeknek az eszközöknek a betiltása sajnos külföldön sem működik, úgyhogy ebben nem érdemes gondolkozni, én azt mondom. Végezetül elmondanám, hogy szerencsére azért nem így alakult a történet. Én ezt leginkább annak tudom be, hogy egy jó társaságba keveredtem, ahol nem azzal lehetett felvágni, hogy ki hány weboldalt tudott egy adott éjszaka alatt feltörni, hanem ki az, aki ügyesebb, trükkösebb módszereket tudott kieszelni, vagyis ki az, aki mélyebben leás a technológia mélyére. Hogyha valaki veszi a fáradtságot és utána néz, hogy azok az eszközök hogy működnek, amiket az előbb bemutattam, akkor igen értékes informatikai tudásra tehet szert.
Ennek eredményeként nagyjából 100 hiba bejelentést közvetítettem már a blogon keresztül különböző magyar weboldalaknak, aminek a 10%-a kritikus infrastruktúrát érintett, ami azt jelenti, hogy bankok, állami intézmények, stb. Itt szeretném megköszönni a CellFangeri segítségét, mert ez mindig velük össze együttműködésben történt. Illetve céges színekben több tucat sikeres etikus hekelési projekten vagyunk túl, itthon és külföldön, és azt mondhatom, hogy hetente több tucat kritikus érlékenységet sikerül kinyomlálnunk a pénzügyi szektor, illetve az állami szektor informatikai infrastruktúrájából. Ezen kívül különböző szoftvereket is elemzünk, ahol több 10 milliós felhasználói bázisnak sikerült az életét remélhetőleg biztonságosabbá tennünk. Úgyhogy végezetül én azt tudnám elmondani, hogy ahhoz, hogy a gyerekek ne a rossz útra térjenek, nagyon fontos lenne az, hogy olyan közösségek és olyan tanulási lehetőségek jöjjenek létre, ahol az emberek megtapasztalják ennek az egész hekkelési műfajnak, ami nem arról szólna alapvetően, hogy kárt okozzunk, hanem hogy minél több, minél hasznosabb ismeretet szerezzünk meg, minél kreatívabban használjuk fel a tudásunkat. Szóval több olyan műhely kéne, ahol az emberek ilyen irányban fejleszthetik magukat, és találkozhatnak az egyivású társaikkal. És visszaadnám a szót Csabának. És menet közben az jutott eszembe, hogy aki volt katona, az nagyjából tudja, hogy van ez a fahék egyszerűségű AK-47-es fegyver. Általában ezt szokták a gyerekek kezébe is adni ott a elmaradottabb régiókban, nem pedig ugye a mesterlövész puskát. Ugyanezon a hekkeléssel is általában a fahék egyszerűségű kis programokat adják a kezükbe, és nem pedig azokat, amikkel igazából fájdalmas dolgokat lehet csinálni. Mert hogy fájdalmas dolgokat, azt lehet csinálni. 2009-ben csináltunk dr. Kovács László a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jelenlegi dékán helyettesével, egyetemi tanárral egy forgatókönyvet, amiben egy elképzelt kibertámadást vezettünk végig Magyarország ellen. Akkor sokan fölkapták rá a fejüket, azt mondták, hogy minek erről beszélni, hogy ezt nem annyira nagyon kéne feszegetni. Aztán hát az élet beigazolta sajnos, hogy amit mi ott leírtunk, azok ha nem is Magyarország ellen, de bebeigazolódnak mindenhol. Jelenleg ugye Kína és Japán között van egy kis kakaskodás egy szigetcsoportért, melynek része az, hogy mind a kettő egyébként igen fölkészült ország beveti a kibertámadás fegyverét egymás ellen. Tehát ez sajnos a jelen is Magyarország nemzetbiztonsági stratégiájában is egyébként kiemelt szerepet kap az ilyen kibertámadások elleni védelem. Tehát hogyha ezeknek a gyerekeknek odaadjuk a csúzlit, és hagyjuk, hogy használják, akkor előbb-utóbb el fognak oda jutni, hogy ha kellően fölkészültek és nem kontrolláltak, akkor a csúzli helyett bizony a nehéz tüzérséget is tudják majd használni. És ez az igazán veszélyes dolog. Amikor az Anonymousról beszélünk, akkor különösebben nem férünk tőlük, mert hát megvan ez a két nagyon szép fegyverük, a difészelés, tehát az oldalak megváltoztatása, és megvan ugye a TDoS-t, útelőses támadás, tehát a szolgáltatások elérhetetlenül tételének a fegyvere, de nem az igazán veszélyes. Ugye Anonymous mögött alapvetően nincsen hírszerzési háttér. Nem fogják tudni maguktól kitalálni azt, hogy hova kell igazán ütni, hogy fájjon. Végesek az anyagi és emberi erőforrások, és egy közösségi hálózatról van szó, nincsen meg mögötte az a professzionális tudás, ami ahhoz szükséges, hogy az igazán fájdalmas ütéseket bevigyék. És alapvetően hektivisták, tehát a reális célok sem nagyon vannak. Az állítsuk le az internetet, illetve ugye akadályozzuk meg az új világrend kiépülését, ez nem annyira tartozik az elérhető stratégiai célok közé. Az igazán félelmetes leginkább az, hogy akik ott vannak mögöttük, akik ugye a csúzlikat odaadják a gyerekek kezébe, azok tudnak fájdalmas dolgokat csinálni, hogyha ezeket a fiatalokat beszippantják ezek a csoportok, akkor belőlük ebben nem nagyon van kimászás. Tudunk például olyan kanadai esetről, amikor egy kiberbűnözői csoportba keveredett bele valaki, és hát sajnos az életével fizetett a kiszállási próbálkozásért. Tehát ez a klasszikus szervezett bűnözés, onnan nem nagyon van kiszállás. Pedig máshogy is lehetne ezt csinálni. És mi kell ehhez? Oktatás. Hogyha már a középiskolában, sőt azt mondom, az általános iskolában elkezdjük ezeknek a gyerekeknek az oktatását, egyébként a Safer Internet projekten belül szoktunk erről a témáról beszélni, akkor megvan a lehetőség arra, hogy Anonymous és kiberbűnöző helyett inkább ugye profi IT-biztonsági szakértők, mint hogy buherátor is az lett, vagy pedig az államszolgálatban álló katonák, illetve had- és rendvédelmi szakemberek legyenek, akik a támadás helytenek az elhárításával foglalkoznak. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a Safer Internet projektben erről is beszéljünk, nagyon fontosnak tartom, hogy akik itt vannak, azok is tudják, hogy ez egy létező probléma.
és hogy egy keretes szerkezetben zárjam, ez a dunaújvárosi fiatal, akit az első, akinek az elfogásáról az első videón láttunk képet. Városi pletykák szerint egy olyan fiatal gyerek, aki a szülei nem nagyon tudtak foglalkozni, nem nagyon volt az iskolában sem olyan lehetősége, ahol ki tudta volna élni ezt a jellegű érdeklődését, és ezért csapódott egy olyan társulathoz, akiket valóságban nem is ismert, és hát megvezették őt szegényt, és ez lett a sorsa. Köszönjük szépen a figyelmet, erről szeretünk volna beszélni. Köszönöm szépen az előadást, de talán még hagyd tegyek fel néhány kérdést, amit mondtam az elején, hogy tudom, hogy részben nem válaszoljátok, meg részben igen, de ezt meg fogjátok válaszolni, hogy mégis jobban ismerjenek titeket egy kicsit. Beszélnétek egy kicsit az eredményeitekről néhány mondatot, hogy ha jól tudom, néhány versenyen, néhány világversenyen is részt vettetek, és ha jól tudom, elég komoly sikerrel. Igen, köszönjük. A legutóbbi ilyen eredmény, abban én sajnos nem voltam benne, ez a Cyberlympics volt, ott a két európai tovább jutó csapat, ez egy világverseny, az mindkettő magyar. Ezen kívül a How Strong Is Your Food című megmérettetésen első, harmadik és ötödik helyet sikerült szereznünk, illetve a világ legismertebb hacker versenyen, a DEFCON Capture the Flag-en, ott pedig a 300 top listásból mi lettünk a 39-ek, de mi nem 15-en voltunk, csak 3-an, ezt azért hozzátenném, úgyhogy Magyarország ebből azért elég jól áll szerintem. Tehát akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy jó szakemberek vannak, csak a szakembereknek avval kéne foglalkozni, hogy tanítsák a gyerekeket, és nem pont másra felhasználni. A gyermekmentő szolgálatot talán leginkább az interneten a pedofília izgatja. Úgy hallgattam, olvastam az utóbbi időben, hogy rendőrségnek sikerült néhány ilyen szervezetet szétverni. Ugyanakkor meg tudom más országok rendőrségeitől, hogy a magyar rendőrség itt nem nagyon aktív. És hát volt a utóbbi időben egy Color Fusion nevezetű szervezet, akit hát állítólag megszüntettek. Ha jól tudom, ennek ellenére az egyik vezetője az orosz követségen dolgozik, nagyon hirtelen orosz állampolgárságot kapott, diplomáciai mentességet kapott. Szerintetek ez hogy lehet, illetve jól tudom, egy másik vezetője állítólag a külföldön meghalt. Én úgy tudom, hogy nem halt meg. Milyen mélyre kell itt nyúlni, és mi történik itt a háttérben? Nagyon-nagyon érdekes történet ez a Cold Fusion-os történet. Rengeteget lehet olvasni az index.hu például nagyon alaposan utána nézett ennek a történetnek. Ugye amit mi látunk belőle, az az, hogy azok a személyek, akiket megvádoltak abban, hogy ebben a történetben részt vettek, ők vidáman mondanak, mi a Cold Fusion, tulajdonképpen ez egy tartalomszolgáltató volt, az úgynevezett SMS Warez témában futottak, azaz pénzért árultak jogvédett tartalmat, emellett viszont olyan tartalomszolgáltatással is foglalkoztak, ahol gyaníthatóan kiskorúakról készült pornográf felvételek is voltak, pusztán a pénzért nyilvánvalóan. Néhány éve ezt a bűnszervezetet lekapcsolta a magyar rendőrség, vádat emeltek, viszont ugye egy nehéz, nagyon jogilag nagyon nehéz ezt megítélni. Mi igazából tényleg csak annyit látunk, hogy egy-két tagja, egy-két vádlott vidámon Facebookolgat, látszólag nincsen semmi probléma, jelenleg, mint hal a vízben posztolgatnak a Facebookra olyan képeket, melyen diplomáciai rendszámmal rendelkező autó megy nagyon gyorsan a városban és parkol olyan helyeken, ahol egyébként nem szabadna. Mindenképpen szeretnénk azt nyilván, hogy igazságérzetünk egy kicsit bántja azt, hogy ezek az emberek még szabadlábon állnak. Bízunk benne, hogy a magyar hatóságok viszonylag hatékonyan fognak lépni ellenük. Jó, hát én vagyok mindig az, aki bizonyos dolgokat kimond. Én azt gondolom, hogy véletlenek nincsenek az életben. Én azt gondolom, hogy ha én besétálnék az orosz követségre, akkor nem kapnék azonnal orosz állampolgárságot, meg diplomáciai védelmet. Tehát mindennek vannak összefüggései, és kérdem én, tudom, hogy a belügyminisztériumból néhányan jelen vannak, hogy mit teszi ilyenkor a belügyminisztérium, mi nem csinálunk egy kiadatási kérelmet, mi nem utasítjuk ki az országba. Olyan szemtelenségekről már nem is beszélek, hogy
az illető, akiről szó van, időnként feltesz a saját honlapjára egy-egy fotót, hogy itt parkolok a tilosba, de amióta a diplomáciai védettségem van, ezt is megtehetem. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok-sok-sok tennivalónk van, és hát a pedofilia érdekli a gyermekmentőt, gondolom, hogy az államot más érdekel. Nem hiszem, hogy pedofil oldalak miatt fogadták volna be az oroszok percek alatt a illetőt. Még egy másik példám lenne. Egy korábbi miniszterelnökkel fordult elő, hogy hirtelen a homepage-éről, a számítógépéről elképesztő trágár levelek tömegei érkeztek. Ezt hogy tudja valaki megcsinálni? Igen, hát ez egy eléggé felkapott sajtóhír lett annak idején. A történetnek a lényege az az volt, hogy ugye az e-mail cím ez az országháznak a doményéhez tartozott, ami abban az időben nem volt különösebben jól megvédve, mint ahogy sok más állami oldal sem. De szerencsére, tehát nekem nagyjából ilyen 5 perces kutakodás után sikerült 3 súlyos hibát azt hiszem találnom az oldalon. Ezeket azóta szerencsére javították, én találkoztam a parlamentnek a valamelyik IT fejesével, de igazából azt kell mondanom, hogy van néhány nagyon elhanyagolt intézmény informatikai szempontból, és sajnos amíg ilyen aktivista szervezetek vagy politikai szervezetek léteznek, és mindig is létezni fognak valószínűleg, addig ez egy kiváló lehetőség lesz a számukra arra, hogy véleményt nyilvánítsanak, és élni fognak ezzel a lehetőséggel, úgyhogy én azt mondom, hogy jobb félni, mint megijedni. Köszönöm szépen, még egy utolsó, majdnem egy figyelmeztetés képen. Körülbelül egy éve terjedtek el az olyan hacker támadások, és erre is kíváncsi lennék a véleményetekre, ahol valakinek, mondjuk egy híres embernek a gépére feltesznek néhány pedofil filmet, blokkolják a gépét, tehát nem tudja se letörölni, se semmit, és utána felhívják, és azt mondják, hogy hát ha szeretnéd, hogy letöröljük, akkor az ennyibe és ennyibe kerül. Ha viszont nem fizetsz, akkor feljelentünk a rendőrségen. Ez hogy működik? Hát igazságügyi szakértő ismerősök meséltek olyan történetekről, amikor pontosan ez történt meg, hogy egy ember képére fölkerült tiltott pornográf tartalom, és hát elég nehézkes volt megítélni azt, hogy ez ténylegesen jogszabályba ütköző. Nem ő volt az, nem ő volt. Ráadásul utána kiderült, talán 3 év nyomozás után és az illető életének a tönkretétele után, hogy ráadásul nem is tiltott volt az a pornográf felvétel, mert stúdióba csinálták és 18 elmúlt a modell. Alapvetően az a probléma, ugye a Safer Internet projekt keretében kijárunk általános és középiskolákba. Elég sok gyerekkel találkozunk, szerintem az idei évben több ezer gyerek végighallgatta már az oktatásainkat. Azt kell látni, hogy a Facebook az Isten. Tehát nem egyszer hallottuk azt, hogy lehet, hogy a családnak igazából enni nem feltétlenül van pénze, de valami internet hozzáférést azt megoldanak, mert aki nincs fenn a Facebookon, az nem ember, szó szerint. Tehát ez így kezelik a gyerekeket. És hát benne van az a nyomás is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit tesznek föl magukról a gyerekek. Éppen most a hetekben beszélgettem egy tanár ismerősömmel, aki azt mondta, hogy egy 9-es kislány tett föl saját magáról olyan fényképeket az internetre, Facebook profilra, ami bőven kimeríti a tiltott pornográf felvételnek a fogalmát. Tehát egyszerűen a gyerekek nincsenek tisztában azzal, hogy amikor elsütnek egy fényképezőgépet és föltöltik azt az internetre, akkor annak mi lesz a következménye. Megdöbbentő élmény volt nekem egy középiskolai lányosztályban, 70 lány volt egyébként. Az az élmény, amikor elkezdtem mesélgetni nekik a folyamatról, hogy hova kerülnek fel ezek a képek, ugye például ugye az említett és már nem elérhető oldalra, hogy abszolút nincsenek tisztában ezzel az egésszel. Tehát mindenképpen fontos lenne az, hogy általános iskola magasabb, tehát felső tagozatban, középiskolában a tanárok, és ne csak az önkéntesek, hanem a tanárok is foglalkozzanak ezzel a témával, mert egy nagyon akut problémáról van szó. Úgyhogy remélem, hogy ez a kérésünk is meghallgattatásra talál majd. Köszönöm szépen, és köszönöm a érdekes előadást. Mint mondtam, csak a felszínt borzoltuk, különböző okokból. Köszönöm az előadást, de egy témát meg akartunk adni, egy hangot a konferenciának, és egy másik